Nem, Szike, drága Szike, ne hagyj itt! Ne hagyj egyedül, vaze! Kérlek, maradj velem! Te vagy az egyetlen ember szabású ebben a kégliben, akivel beszélni lehet. Igaz, hogy ronda egy pofád van, de mégiscsak te vagy az egyetlen, akit érdekelt, hogy mi a bajom, Szike! Én ebből a kibaszott bandából csak a te irányodban érzek valami melegséget. Melegséget? Ne rémizgessél, tesó, mert fejön a gyomromban a resztét ürgepörkőt. Mi van? Meleg lettél? Szent Szatymázi szűzanya, aki lakozol a kis térségben. Az ökomúki jól védi a természetet. A nappaliban van gömbi-bömbivel és tündével. Éppen szellemeseket idéznek. A sebőknek a könyvéből? Nem. Az ebédlőnek az asztalából. Vizitanti, kérünk jelenj meg körünkben, mit mind hiszünk benned. Igaz, Tünde, te is hiszel? Miért pont tőlem kérdezed ezt, Somagésa? Tünde, Tündér, tedd vissza a kezed az asztalra. Jaj, bocsika. Megkérdezem még egyszer, Tünde. Hiszel a szellemekben? Annyira hiszek, hogy az már nagyon. Tünde, Tündér, tedd vissza a kezed az asztalra, mert... Jaj, bocsika. Elég, hogy csak annyit mondasz, hogy hiszel. Megjegyezted? Hát persze, hogy megjegyeztem, kedves nézőim, hiszen csak egy betű a különbség. Milyen különbségről beszélsz, te szerencsétlen? A kezed, mert eltöröm. Igen, kezem. Hát, hogy ugye az én nevem Kiszel, és nekem csak annyit kell mondani, hogy hiszel. Az csak egy betű különbség. Nem igaz, kedves nézőim? Jó. Akkor ismét felteszem a kérdést. Tünde, hiszel a szellemekben? Hiszel. Ide figyelj, te liba! A kezed! Mi van? A kezed! Felemelted az asztalról a kezed! Bocs! Ne azt mondd, hogy hiszel, hanem hogy hiszek, hiszek, érted, érted? Én kérdem, hogy hiszel, te mondod, hogy hiszek, érted? Jó, de akkor az már két betű különbség. Magasságos, mennybéli libido. És akkor én lejöttem ide, az egyik kezemmel markoláztam a pálinkás üveget, a másik kezemmel meg markoláztam a... Tudom, hogy a másik kezed, de mit markoláztál? Azt mondd el, hogy mi történt asztal? És le akartam dőlni egy kicsit, és feldobtam magam a biliárd asztalra, a sebők húgya, a pingyőkem meg épp a takaró alatt szunyál. Tehettek én arról, hogy rányomultam. És? Elfutott? Hogy futott volna, bazze? Akire én ráfekszem, az már nem kocog többet ebben a kurva életben. Most hol van? A hód? Hát itt. Dick Maltés vírim, ez olyan lapos lett, hogy el lehetne küldeni faxon. Vizitanti, kérünk jelenj meg körünkben, mit mind hiszünk benned, mint hiszünk, igaz, Tünde, te is Kiszel, Izina, hiszel? Hiszek. És te, János Maci? János! Jónás! Jónás akartam lenni, nem János! Jónás! Én akartam lenni az ökológiai messiás, a tévelygő emberiség apostola! Jónáskám, izé Jánoskám, gyere ki a bárna gyomrából és térj vissza közénk! Azt kérdeztem, hogy hiszel-e a szellemekben? Nekünk, európaiaknak nagy kegyelmünk, hogy tudunk hinni kételkedve is! Ez most mit jelent, kedves nézőink, igen vagy nem? Igen, természetesen igen! Kételkedve, de igen. Vizitanti, Vizitanti, hallod? Itt mindenki hisz benned ám. Kérlek, higgy bennünk te is. Jelenj meg nekünk. Kérünk, jelenj meg nekünk. Na most mi van? Szerintem már itt. Mindig nagyon csendes asszony volt, kedves nézőim. Jó, csak azt nem szerette, ha valaki káromkodott. Jó, akkor törni, zúzni is képes volt. Emlékszem, egyszer a férje, a Franci bácsi felolvasott egy könyvből. Tünde, Tündér, mi most idézünk! Franci bácsi is idézni akart egy könyvből, de pekkel!
szekére, a kámaszútra akadt a kezébe, és az egyik különleges figurát idéző mondatra a Lusitanti támogatni kezdte a porcelánipart. Az mit jelent? Összetört az összes mejszer. Meg a zsolnaiakat is. Próbáljunk koncentrálni a szellemre. Júj, bocsika. Lusitanti, ha itt vagy közöttünk, jelezd nekünk. Lusitanti, mi itt mind hiszünk benned. Kérlek, higgyél már bennünk, te is. Kérlek, emeld meg az asztalt, és koppancs kettőt. Lusitanti, ha közöttünk vagy, emeld meg kérlek az asztalt, és koppancs már kettőt. Jó, kedves nézőim, és még egyszer júj, kettőt koppantott, itt van közöttünk. Magasságos ökológiai egyensúly, ez tényleg itt van. És biztos az édestésvérem, hogy a pintyőkehót kinyújt? Hogy megmurdolta magad? Jobban kinyúlni nem lehet. Az olyan biztos vaze, mint ahogy engem döglégy Gangsta Zolénak hívnak. Na látod, tésvérem, na látod. Akkor várj, remény. Miről beszélsz? Azt mondtad, olyan biztos, hogy megmurdolta hód, mint ahogy téged döglégy Gangstának hívnak. De téged nem ezen a néven hozott a pap, vagy mi keresztelt a gólya, hiszen te zana vagy. Akkor pedig lén a pintyőke hód is lehet, hogy él. Adjál már, vaze, ez csak olyan szólásmondás. A hódnak annyi és kész. Azt a tajánlom én mostanéked, édes testvérem, hogy szépen indulj el, aztán kérjél politikai menedékjogot valamelyik távoli galaxisban székelő szalonzenekárban. Na, vaze, azért engem sem piskótából gyúrtak a muterék. Nem beszélve arról, hogy a sebők egy nyiszige és rendes tag. Nem, mert az velem keménykedni. Azért Jani bátyom, békés ember, csendes ember, de olyan ő is, mint Tarjonban az Orsós Jóska, aki modernizáltatta a nevét. Modernizáltatta? Modernizáltatta. Az Orsóst? Mire? Kozettasra. Na szóval, annak volt egy citromsorga kanarja, aki két szólamban tudta playbackelni a himnuszt. Aztán egy napon az Orsós Jóska nagybátyja belecsavarta a madarat a tejába, mert alkoholos állapotjában összekeverte a citrongyal. Na, akkor az a Jóska hirtelen megindult csalgóban olyan borzasztót csinált vele, mint amit te veled fog tenni az én János bátyom, ha megtudja, hogy megmordoltottad a hódgyal. Mit csinált a te Orsós barátod? Féldugott a nagybátyjának egy csukott esérnyűt a fenekibe, azt nyitva húzta ki. Az én Jani bátyom egy Greenpeace-es trikóra tett kézé megesküdött, hogy ezt ő is megcsinálja azzal, aki meggörbíti a hódjának akar csak egyetlen szal bajszát is. Hát, végül is a bajszának nem lett semmi baja. Tünde tündérbogara, mit akarsz kérdezni Lusitantitól? Én csak azt szeretném megtudni, kedves nézőim, hogy mikor leszek világhírű. Édes bogara, mi nem lehet kérdezni, úgy kell a kérdést feltenni, hogy arra lehessen kopogással igent vagy nemet válaszolni. Egy kopogás nem, két kopogás igen. Kérdezzük meg tőle, hogy igazam van-e, amikor azt mondom, hogy a klimatikus jehovizmus, a felmelegedés rettegő hada csupán eltereli a figyelmet az atomos folyamatokról. Édes Járosom, az, hogy én nem értek ebből egy kukkot sem, az még rendben van. De attól tartok, hogy nincs olyan szellem, aki a te szellemi színvonaladon értene. Kérdezz csak meg! Ha nincs igazam, akkor egyet? Ha igazam van, akkor kettőt hoppatjon! Majd én megkérdezem, kedves nézőim, végül is az én rokonom. Lusitanti, mondd meg nekünk, hogy a klimaxos jehó juhok, szóval a klimaxos juhok, nem, inkább kérdezd meg te, kedves János. Azt szeretnénk megtudni. Csak a saját nevedbe beszélj, mert hát, ha káromkodásnak veszi, amit mondasz, és akkor törni, zúzni kell. Szóval azt szeretném megtudni, hogy igazam van-e, amikor azt mondom, hogy a klimatikus jehovizmus, a felmelegedés rettegők hada csupán eltereli a figyelmet az alattomos folyamatokról. Ha nincs igazam, akkor egyet koppancs, kedves szellem. Ha igazam van, akkor kettőt. Mindig is tudtam! Jónás vagyok! Jónás!
Ne lófasz csinálsz! Mesterségesen lélegeztetem. Hagyd a pék f***ára, mondom, hogy kinyúvat kár erőlködni. Te tesókom, ennek a húdnak csak úgy gyűl a szójóból a pálinkoszok. Már ne haragudjon meg, hogy ilyen kérdésekkel zárgatlak a te nagyszorú csalgodban, de biztos vagy te abban, hogy csak ráfeküdtél? Nem itattad halalra ezt a szegény parot? Egy nagy szart. Csak amikor láttam, hogy feldobta a talpát, egy kis pálest töltöttem a foga közé. Hát a magához tér. Hát tudod, mint a lavina sodort a hegymászók. Tudod, jön a Bernáthegyi a rumos hordóval. Na, itt én voltam a Bernáthegyi. Én vagy épp elmélyű drogot is vírim. Ez a pintyülke húd nem megfagyott, hanem agyon nyomtad. Megvan! Micsoda? Megvan a megódos, hogy az én édes Jani boltyom ne juttasson téged is a húd sorsára. És mi lenne az, vaze? Récsük el a csernusdoki oldja a bádöglőt húdot. Mocerolja őtet a Jani boltyom. Ez gyávaság!